Ugye kaptunk megint egy salátatörvényt, amely elvileg azt a célt szolgálná, hogy az új kormányzati szerkezetet a kormány a saját elképzelései szerint formába öntse. És ahogy a salátatörvények önöknél lenni szokott már csak, úgy tűnnek, mintha ilyen puszta technikai jellegű módosítások lennének. De szeretném itt felhívni az önök figyelmét arra, hogy az LMP figyelmét nem került el az a paragrafus, amely kifejezetten súlyos helyzetet idéz elő, erről is fogok beszélni a felszólalásomban. De előtte azért két dolgot hadd hangsúlyozzak. Az egyik az, hogy emlékszem rá, amikor előjöttek az első hírek arról, hogy önök most a második ciklusukban hogyan szeretnének kormányozni, akkor megfogalmaztunk bizonyos kritikákat. Mindenben igazunk lett. Mindent, amit mondtunk, az úgy lett. Önök még átláthatatlanabbul, még kevésbé elszámoltathatóan működnek, mint az elődeik, és mondhatnám azt, hogy mint saját maguk. Tehát igazam volt, a harmadik Orbán kormány minden bizonnyal rosszabb lesz, mint a második Orbán kormány. Most az a struktúra, amit önök maguknak megálmodtak, és amit át fognak vinni bizonyára kétharmaddal, ezen önök egy célt szolgálnak, hogy lehető legkevesebb zavaró tényező tudja az önök országlását megzavarni. Ne zavarjuk mi önöket itt az ellenzékből, ne zavarhassa önöket a sajtó, vagy éppen a választópolgárok. Orbán Viktor egyébként pontosan, de teljesen alaptalanul idézte Lincoln amerikai elnököt néhány napja. Önöktől az egy üres frázis, hogy a népből, a néppel és nem is a népért kormányoznának. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy az elmúlt 4 évben önök megteremtettek egy párhuzamos valóságot, és most pedig egy ilyen párhuzamos kormányzatot hoznak létre ennek megfelelően. Na most ez a néppel, ez maximum végtelenben fog találkozni, vagyis soha. Én szóltam arról is, hogy semmi jó nem lesz abból, hogyha Lázár János lesz ennek a kormányzatnak a középpontjában. Én őt kis miniszterelnöknek neveztem, tegnap pedig már kis gömböcként apostrofáltam a Facebook oldalamon, és nem csak azért egyébként, mert kiderült, hogy túlságosan sok időt meg közpénzt tölt el utazgatással. Lázár János megtestesíti azt, amire önök itt készülnek a következő időszakban, mert amióta Lázár János erősödik, rengeteg minden gyengül, ami nekünk fontos. Gyengül a civil társadalom, gyengül a sajtó, és gyengültek mindazok az emberek, azok a vállalkozások, amelyek uniós forrásokra támaszkodva tudnak csak fejlesztéseket létrehozni ebben az országban, akik csak uniós pénzekből tudnak beruházásokat létrehozni, de gyengül Budapest is, és gyengülnek azok az emberek is, akik tömegközlekedéssel utaznak. Bár feltételezem, Lázár János nem tömegközlekedést használ. Azért azt gondolom, hogy lenne egy-két megfontolni való az ő politizálásával kapcsolatban. És persze azért gyengül itt a többi miniszternek is a pozíciója, és erre nem tudom azt mondani, hogy ez csak az ő hatalmi problémájuk. Nem, ez az országnak a problémája. Egész egyszerűen azért, mert ez mindazokat az embereket és szervezeteket hátrányosan érinti, akiknek ezeknek a miniszterekkel kell tárgyalni. Legyenek bár ágazati szereplők, érdekképviseletek, vagy éppen önkormányzatok, végső soron zombi minisztériumok, zombi miniszterei ülnek ott, és aki itt döntéseket fog hozni, az Lázár János lesz, meg a szokásos oligarcháik ott a hátak mögött. Egyébként ez a törvényjavaslat is tovább erősíti Lázár Jánost, a vesztes ezúttal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, hiszen a miniszterelnökséget vezető miniszter hatáskörébe kerül ugye a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Posta feletti egyébként az államot megillető tulajdonosi jogoknak a gyakorlása. Arról nem is beszélve egyébként, hogy Lázár János lesz a külön nevesített közbeszerzésekért való felelősségnek a gazdája is. Hogy ez egyébként mennyire aggasztó, az az elmúlt ciklus, a haverok és az üzlettársak számítógépén írt trafik törvénytelen után talán ezt nem kell különösebben magyarázni. Bőven beszéltünk, és még fogunk is arról beszélni, hogy ha a gátlástalanságról szobrot szeretnének emelni, mondjuk ide a Kossuth térre, akkor feltétlenül Lázár Jánosnak kellene rajta szerepelnie. Egyébként, és akkor itt rátérek arra, hogyha figyelmesen olvassuk ezt a javaslatot, akkor néhány olyan kérdésre is választ kaphatunk, ami az elmúlt hetekben sokunknak a figyelmét felkeltette itt az LMP-ben. Ugye volt egy LMP-s indítvány, ami kifejezetten arról szólt, hogy megtiltanánk az állami és önkormányzati szerveknek, köztulajdonban álló cégeknek azt, hogy offshore vállalatokkal szerződjenek, vagy hogy ilyen cégek uniós támogatásokat kaphassanak. Önök ezt leszavazták, és mi azt gondoltuk, hogy ismételten arról van szó, hogy a Fidesz igazából nem akarja elkergetni az offshore lovagokat. És viszont itt van ez a javaslat. Tehát azt gondolom, hogy itt ennél a szégyennél megállnak, de nem. Most itt beterjesztettek egy salátatörvényt, amelybe a 82. paragrafusba egy újabb aknát helyeztek el.
És ebben kiderült pontosan 82. paragrafus miatt, és akkor ajánlom figyelmükbe a hozzátartozó indokolást is. De egész egyszerűen kiderül az, hogy önök most már azért módosítanak törvényt, hogy minél könnyebben ide jöhessenek az offshore cégek. Szóval a tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, ez arról szól, hogy önök azért alkottak most törvényt, hogy teljesen tisztázatlan és átláthatatlan hátterű cégekkel boltolhassanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy önöknek most már itt semmi sem szent, ez már a teljes gátlástalanság, hogy miről van itt szó. Ugye ez a javaslat az államháztartásról szóló törvényt is módosítja, és itt van ez az inkriminált 82. paragrafus, amely úgy szól, hogy az állam részére, az indokolásban olvashatják, hogy az állam részére kifejezetten előnyös külgazdasági szerződések megkötése érdekében, ezt most szó szerint idéztem, lehetővé teszik, hogy egyedi döntéssel költségvetési támogatást kivételesen átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet számára is nyújthasson az állam. Bár vállalni kell bizonyos átláthatósági intézkedések megtételét, és a szerződés maga az később lép életbe, attól itt még egy kőkemény gyorsító eljárásról van szó, és itt arról van szó, hogy a támogatást akkor fogja megkapni a szervezet, amikor éppen átláthatónak nem minősül. Tehát ezt meg lehet ítélni nekik. Ezt mégis hogy gondolják? Tehát a saját korábbi gondolataikat is felülbírálják, és olyan gyorsításokat tesznek teljesen akna módon egy salátatörvénybe, amelyet nem tudunk mire vélni, és én most szeretném kérdezni államtitkár urat erről, hogy most melyik cégről van szó. Mondják meg teljesen őszintén, hogy melyik cégednek akarnak kedvezni ezzel a törvénymódosítással, konkrétan kire szabott törvénnyel állunk szemben. Nézzék, itt most már ebben az országban szinte nem telik el úgy hét, hogy a Fidesz hol miniszteri, hol egyéni indítvány formájában ne terjesztene a parlament elé úgy egy haverra, vagy éppen egy ellenségre szabott törvényjavaslatot. Ott van például a reklámadó is, és annak a TV2 számára kedvező módosítása, csak egy az ilyen testre szabott törvények közül. Önök folyamatosan ezt csinálják. Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy ezzel önök azt biztosítják, hogy a magánérdek folyamatosan és akadálytalanul érvényesülhessen a közérdek felett. Úgy is mondhatnám, hogyha a közérdek, mint olyan, egy kellemetlen akadályt jelent ahhoz, hogy önök egy üzletet nyílve tudjanak ütni, azért ne legyen kétségünk e mögött a saláta mögött, legalábbis e mögött a paragrafus mögött ez áll, akkor önök egész egyszerűen úgy gondolkodnak, hogy kiiktatják azt az akadályt, megváltoztatják a törvényt. Önök úgy kormányoznak, úgy módosítják a szabályokat, hogy ami tegnap még törvénytelen volt, az holnap már ne lehessen törvénytelen. Egész egyszerűen megoldják, ott a kétharmaduk megteheti. Na most menjünk itt egy kicsit tovább. Szeretném tudni, tisztelt államtitkár úr, hogy önök szerint mi minősül kifejezetten előnyös külgazdasági szerződésnek, és azt is, hogy pontosan mit jelent önök számára az egyedi eset, hogy kivételesen átláthatónak nem minősülő szervezeteknek is megítélhető támogatás, az pontosan mi, azt mondjuk nyilván nem szeretné ön nekem részletezni, de hogyha ezzel kapcsolatban tudném felvilágosítással szolgálni, azt én érdeklődéssel hallgatnám. És egyáltalán azt szeretném megtudni, hogy milyen alapon és milyen objektív szempontok szerint fogják önök meghatározni, hogy e törvény szerint ebben az országban mi minősül kifejezetten előnyös szerződésnek, kinek lesz ez a szerződés előnyös, és a kivételes eljárást milyen kritériumok szerint teszik lehetővé ennek a szervezetnek. Azt szeretném kérdezni, tisztelt államtitkár úr, hogy mely cégnek akarnak ezzel kedvezni, ki a szerencsés kedvezményezett, melyik lobby járt önöknél, kinek a hatására született ez a törvényjavaslat. Úgy is kérdezhetném, hogy éppen kinek az érdekeihez igazítják most Magyarország kormányát, kinek a kormánya, ezt teszem fel a kérdést végső soron. A magyar népé, vagy azért, aki többet fizet? Tegnap előtt az oroszoké, tegnap a türkménnek, holnap meg valami befektetőké, holnap után kié lesz? Mondják meg őszintén, ki lesz az, akivel kifejezetten előnyös külgazdasági szerződést lehet kötni? Előbb van nekik pár száz, pár ezer, ki tudja mennyi jogaitól már megfosztott magyar munkavállalót, akik az önök munkatörvénykönyvének köszönhetően már cserélhetőek lettek, összeszerelő üzemet élve Magyarországot, fogaskerekek lettünk, bármikor eldobhatóak, az önök munkatörvénykönyve ugyanis erről szól. Én azt gondolom, hogy ez a salátatörvény, és benne ez a paragrafus, és ez az indokolás, az egy iskola példája annak, hogy önök hogyan gondolkodnak az országról, és hogyan gondolkodnak a jövőnkről. Azt gondolom, hogy ez a fajta végletekig centralizált hatalom, amelynek mint egy hálónak a középpontjába pókként oda tették Lázár Jánost, az tökéletesen mintázza azt, hogy önök mit akarnak ezzel az országgal kezdeni. Önök azt akarják, hogy önök nyugodtan boltolhassanak, senki még véletlenül se tudjon bekavarni az önök üzleteibe, amelyet a magyar emberek háta mögött bonyolítanak le. Viszont, tisztelt államtitkár úr, egyre számíthat, mi ott leszünk, végig fogjuk olvasni a törvényeket, végig fogjuk gondolni a törvényeket.
És nagyon rajta leszünk a következő 4 évben azzal, hogy azon, hogy ezt ne tudják megúszni. Önök még egyszer egy választást nem fognak tudni nyerni. Még egyszer ezt a dumát, amit most eladtak 2014-ben az embereknek, nem fogják tudni. És ezeket a magyar emberek meg fogják jegyezni. Abban biztosak lehetnek, hogy még egyszer ilyen gesztust nem fognak kapni, úgyhogy nagyon figyeljenek oda, amit csinálnak, mert amíg az LMP ebben a házban itt van, addig nagyon az önök körmére fogunk nézni. Köszönöm.